Na, sziasztok! Jöttem egy újabb játékkal, azt a múltkor láttam, nem tudom már kinél, és megtetszett maga ez az inkrementális játék. Elvileg úgy van, hogy hát folyamatosan ilyen nódokat kell szétcsapkodnunk, és kapunk belőle ilyen pötyiket, és abból fogjuk majd továbbfejleszteni. Minek hívják ezt? Bitet, azaz. Ezt a piros enemik fogják majd dobni. Oké, próbáljuk is meg. Elvileg, ha jól tudom, úgy van, igen, magától lő, tehát hogy neked nem kell csinálni semmit, csak itt kell tartanom az egeret. Merje, lövésenként. Egy HP-t elvesztek azzal, hogy lövök. Az szép. Jó, kaptunk 3-at. Go home. És akkor így tudok venni 2 fejlesztést. Vagy vehetek egy 50%-os spawn rate-et, de szerintem én még jelen pillanatban rámegyek arra, hogy damage-ünk legyen. Ennek az egész játéknak annyi a lényege, hogy folyamatosan, ahogy erősödsz, úgy kapsz egyre több fejlesztést, és azokból a fejlesztésekből tudod erősíteni még tovább a saját, úgymond, karaktered. Így. Most 6-ot kaptunk. Szerintem én még mindig rámegyek erre. 3, és megint 3. Menjünk most először a damage-re. És akkor utána rámegyünk. Az a. Lutty. Oké, csak nincs kit lőni. Igen, ezért kell most már a spawn rate-et húzni. Egy, na még egyet. Go to home. Toljunk egy ilyet. Meg én szerintem rámegyek erre a Max House-ra is, hogy egy kicsit több időnk legyen lövöldözni. Vagy csapkodni az ellenséget, nem tudom, hogy ezt minek nevezzem. Mert hát inkrementális idle játékokat szoktam játszani, ahol hát alapból olyan a mechanika, hogy az egész játék idle, és menet közben minden egyes alkalommal, mikor mondjuk vége van egy résznek, akkor ugyanígy kimész előre, felfejleszted a karakteret, felfejlesztesz valamit a játékon belül, armor. Ó. Plusz 10% attack size. Még most ezek nem kellenek. Annyira még azért nem megyünk bele ebbe az egészbe. Ha, ez majd akkor lesz jó, ha ezt jól felhúztuk. 0,1 health per másodperc. Az se rossz amúgy. Én most megint az lesz, hogy megyünk egy etekre, mert kell. Dobjunk még rá egy kis spawn rate-et. Most elég volt, nem? De úgy meg gyorsabb leszek, mivel én most nyomtam 2-t, akkor menjünk így. Igen, ebben nem ugye ez a nehéz így az elején. Főleg úgy, hogy amúgy túl sok mindent én a játékról még nem láttam. Csak onnan tudom, hogy például nem kell kattintani meg semmi, mert magától lő az úgynevezett karakterünk. Mi jött be? Jó, 15. Ó, alakulunk, egyre jobb. Na most, ez mindenképpen, és akkor maradt 5, akkor ezt is még egyszer. Toljuk minél tovább, minél erősebben, minél tovább. Jó, persze, tehát, hogy lesz egy olyan időszak, amikor nem fog már elég erős lenni. Ez az, level up. Nem tudom, ez mit jelent, mindjárt kiderítjük.
valószínűleg kapunk valamit. Vagy egy új eszközt, amivel még erősíthetjük a játékunkat. Szép volt. Igen, amúgy ez így teljesen más, mint amihez hozzá vagyunk általában szokva. Majd kaptunk egy SP-t. Azaz. Az SP az ehhez kell. Plusz egy bitet dobnak a... Hát simán. Plusz egy bitet dobnak a piros enemik. Jó. Na most, megint tolunk egy ilyet. Aztán... Bonrét. És egy HP. Igen, az ilyenek általában ezért szoktak nehezek lenni, mert egy rossz döntéssel le tudod lassítani nagyon a játék idődet. És tényleg elég az, hogyha egyetlen egyszer rossz döntést hozol, és nem olyan upgrade-eket veszel, amire szükséged lehet, vagy éppen az, ami akkor-akkor áttol rajtad, hogy jó legyen. Hát ott az sok lett. Egy. És 54. Nagyon jó. Ez volt az, ami... Ez hadd legyen. Hát, mivel most csak ez van, ezért toljuk ezt is le. Mindig elköltünk. Ha nem gyűjtünk valami nagyon extrára, akkor mindig el fogjuk költeni az összes bitünket. Amúgy egy kis nyugis játék. Főleg így az elején. Biztos, hogy nem az... Főleg, hogy később biztos, hogy nem lesz ez a nyugi. Legtöbbször úgy szokott lenni. Behetett a játék, hogy könnyű vagyok, gyere. Ups, ezt elmondtam. Na, még egyet. Ez. Az a baj, hogy minden egyes ütésre. Ott a lila! Mi ez a lila? Kapunk majd valami lilát. Na most vagyok bajban. Mert mindenféleképpen, na várjál. Kicsit HP-zzunk. Toljunk egy kis attack size-t. És akkor még ez a kettő is kijön belőle. Így. Damage-et, amikor csak lehet, akkor mindig tolni fogunk. Vagy legalábbis valami olyat, ami segít abban, hogy többet sebezzünk az ellenségen. Hát nekem ez nagyon... Sok mozgó dolog annyira nem, de alapból a játék stílusa az nagyon bejön. Majdnem 3. Elvileg az a lila, ha jól tudom, az boss. Még nem tudunk rámenni szegényre, mert ahhoz még kicsik vagyunk. Ó, ez még mindig csak 25. Na, akkor jön egy ilyen. Tolunk egy ilyet. Mivel ez nekünk bent van, ezért érdemes erre még rányomni. Minél többen vannak a pályán, annál jobb. Így, és még egy kis HP. Erről szólom ugye az egész játék, ha jól tudom, hogy fejleszgeted
magát ezt a támadásodat, és folyamatosan jönnek az ellenségek, és azokat kell megteredgetni. Semmi extra, tehát hogy jelen pillanatban biztos, hogy később sokkal bonyolultabb. Ezt elrontottam. Később sokkal nehezebb lesz a játék, de így az elején egy kis nyugis, csilles játék, szól a kis lágy zene a háttérben. Bízom benne, hogy szabad használni. Több helyen néztem, mindenkinél fent volt, úgyhogy elméletben igen. Gyakorlatban majd kiderül. Az baj, hogy ilyenkor, amikor csinálunk egy új videót, akkor azt kellene csinálni, hogy ráírni a fejlesztőre, hogy figyelj már, használhatom a zenét, ami a videódban benne van, arra, hogy a játékodat tovább reklámozza. Vagy nem. Azt nem tudom, hogy mi az a boss. Állj meg! Én mindenkitől ezt láttam, hogy rajta tartja. Ó, most csak valamit ki akarok próbálni. Mindjárt. Merje. Van egy elképzelésem. Nézzük csak. Ha nem tartom rajta. Nem tartom rajta az ellenségen az egeret. Nem, most így jó. Akkor nem értem. Akkor nem jöttem rá semmire. Vagy már most akkora a HP regenem, hogy amúgy nem megy magától lefelé a HP-m. Csak az volt a furcsa, hogy van... De ármorom. És miért kell armor? Ő meg nagyon nagy. De majd fél HP-ra levertük. Ez már nem rossz. Az már nem rossz. Na most ez a baj. Tehát, hogy plusz egy armor bosszok ellen, de a boss az hol, tehát hogyha kint van a képernyőn, elvileg ők állandóan támadnának. Az a baj, hogy erről így nem láttam semmi infót, nem mutatott a játék se úgymond semmit, hogy mire kellene odafigyelni. Ennyi volt, hogy megfogta, aztán így bedobott ide, hogy gyere játsszál. Szerintem amúgy ez is egy darabig rendszeres tartalom lesz, eddig legalábbis. Mivel, hogy itt nem az van, hogyha nem végzed el a pályát időben, vagy a fene meg tudja, akkor azzal rossz lesz neked. Hanem csak ennyi van, hogy ameddig bírod, utána kezded előre. Én azért szeretem ezeket a játékokat amúgy. Mert itt tényleg attól függ az egész, hogy meddig játszol vele. Nem az, hogy úristen, nem vagy elég ügyes platformer játékos, vagy nem vagy elég ügyes mit tudom én mi. Go! Presztizsálni is lehet? Az a baj. Spawning rate. Most derül ki amúgy, mert hogyha... Igen, spawning. Lászonyka itt cukiskodott a hátam mögött. Azért mondtam a spawningot.
Jó, ezt kimaxoltuk. Akkor rámegyünk a health-re. És még egyszer a health-re. És azt is kimaxoltam? Nem tudom, mekkora lesz a tech tree. Ne! Mi ez a prestige? When you beat the boss of the previous one, his prestige increases boss and stats and resource gain. Tehát ha 0, 1. Jó. Hát nézzük meg, hogy milyen az egyes prestige. Valószínű ez azt jelenti, hogy sírni fogunk. Igen, megint megy lefelé a HP-jem magától. Megint level up-olunk. Ez jó. Csak az a kérdés, mert ilyenkor a prestízsek azok azt szokták csinálni, hogy elveszek mindent, csak erősebb leszel. És most itt ezt nem írta, hogy amúgy elveszek mindent és erősebb leszel, csak azt írta, de amúgy amennyi enemyink van, valószínű nem vettel semmit. Mert a 200-as spawn rate az szerintem simán benne van. Hű anyám, nincs sok. Go home. Ó, és már megint itt van a nagy lila. A kis drága. Jó, hát most nem látok olyat, amiben SP-t kellene tolnunk. A bosszos az még nem érdekel. A damage-ünket kellene felfelé tolni, pickup range, az is jó lesz majd, bár mondjuk az se izgat most per pillanat. Plusz 12 max health, az nem érdekel. Ez a... Az attack size az igen. Az, hogy autóregeneljünk, az is. Így. És akkor nézzük ezt az armort. Próbáljunk meg védekezni. Á, jó, ez az egyes prestízs. Van egy olyan szint, amikor már gyenge a lövésünk. De amúgy nem rossz. Nem gyászosan rossz. Így amúgy elviselhető. Hogy egyszerre. Az a baj, hogyha nem egy irányba haladnak, mint most, akkor feleslegesen nem tudom őket, vagy nem szabad őket nagyon követgetni. Na még egy. Meglett. Jó. Na. Ez, meg ez. Köszönjük szépen. Megyünk tovább. Hát megint ez a session. Minél többen... Ops, az egy kicsit mellé csúszott, nem baj. Addig szeregetem itt a kis lootomat. Igen, tehát hogy nekik amúgy alapból erősödniük kell ahhoz, hogy egy idő után lenyomjanak. Mert most minden egyes megfikkantott kockáért kapunk HP-t. És ilyenkor, amikor sok kockát tudok egyszerre, vagy négyzetet, bocsánat, ezek nem kockák, amikor sok négyzetet tudok egyszerre megnyafantani, akkor úgymond az nekem HP-t tölt. De minél többen vannak, úgy látom, hogy amúgy egyre többen vannak a nagyobbak is. Ők nyomnak le nagyon. Na ez mi? Double resource drop. De milyen resource-ból lesz double? Értelek. Mindenképpen rámegyünk arra, hogy HP-nk legyen jó. És ezzel még nem foglalkozok. Mármint, hogy ezzel, hanem ezzel megyünk tovább. Vagy ez a... Hát boss. Most az a baj, hogy nem akarok még bosszozni. Lehet, hogy kellene, de az a baj, hogy most értük el azt a szintet, hogy kezd ez a pálya is aránylag egyszerű lenni.
Igen, ilyenkor van az, hogy, ezek az inkrementális játékok ilyenkor szoktak megszivatni. Mert amúgy, ha tovább mész egy prestige szintet, akkor szokott az lenni, hogy oké, hogy először gyenge, de mivel több ötyit kapsz, akár itt egy ilyen bitet, vagy több pénzt, vagy több pontot, vagy attól függ, hogy éppen miben mérjük azt, hogy, milyen jó a játékos. Tehát minél több presztízt csinálsz végig, annál erősebb úgymond a karaktered. Igen. Ennél így azért kérdéses, hogy menjünk rá. Nézzük meg, hogy mit tudunk belőle kihozni. Nagyon nagy a csebe ez. Oké, akkor így most már ezt is értem. Tehát amúgy az van, hogy itt van az, hogy, a bosszok ellen plusz egy armor. Tehát amikor a boss-t én megsebzem, azért megy lejjebb a HP-m, mert hogy a boss-t sebzem, vagy éppen a, az ellenséget, tök mindegy. Tehát, hogy vagy a kicsi négyzeteket, vagy a boss-t, tök mindegy, hogy mikről beszélünk, ők ilyenkor úgymond ezzel, hogy én megtámadom őket, visszatámadnak. És ezért megy lefelé a HP-nk. Azt mondjuk nem értem, hogy magától miért csökken, amikor nincs elég regenünk. De azért van az, hogy, amikor... az szép volt. Amikor alacsony a regen, akkor egyet vesz le minden egyes támadás. Tehát ott a legelején egy HP-t vesztettem minden egyes alkalommal. És itt már a nagyoknál is látszik, hogy a nagyok amúgy már nagyon nagyot sebeznek. Mert itt, amikor csak a kicsiket sebzem meg, akkor oké, hogy lejjebb megy a HP-m, de amint megölök egyet... Au! Ezt nem így akartam, nem akartam belejárni a bazba. Hát ezt tetszeni fogom úgy. Nekem eddig tetszik a játék. Húzzuk ezt. Nem lehet amúgy? Ja de, jobb klikkel. Jó, oké. Okay. Azzal szenvedtem, hogy mivel tudom lejjebb húzni. A spawn rate. Ez lesz majd még egy érdekes dolog. És ide, aha, most már lehet majd kék ellenségünk is. Ez pedig attack speed. Na hát ahhoz ki kellene egy lilát nyírni. Mint ahogy itt a ennél. Ugyanúgy a bosszunkat meg kellene egy kicsit szeretgetni. Jó, hát most rámegyünk akkor attack size-ra. Meg még mindig tolunk ezen az armoron. Így. Nézzük, hogy ez mit csinál. Amúgy ezeket a típusú játékokat pont ezért szeretem. Szóval ezeket a típusú játékokat pont ezért szeretem, mert ilyen kis nyugisak. Nem kárgát senki. Annyit játszol vele, amennyit akarsz. Vagy. A linkjét ezt mindenféleképpen beteszem a leírásba, úgyhogy ott majd megtaláljátok. Ha esetleg érdekel valakit, vagy még nem láttátok a játékot és kipróbálnátok. Úgy tudom, hogy nemrég volt akcióban, vagy nem tudom. Valahonnan nekem megvan. Még azt kellene megnézni, hogy amúgy mikor jött ki a játék, mert amúgy lehet, hogy csak azért kaptam róla értesítést. Most nem emlékszem, hogy wishlistem volt, és azért kaptam róla értesítést, mert leakciózták éppen. V-
Vagy azért kaptam róla értesítést, mert most jelent meg? Nem hinném, hogy most jelent meg. Így. 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 És így. Az a baj, hogy a damage-ünket nem tudjuk húzni. Az baj. Tudom. Level up. Az jó. Azt szeretjük. Azt hiszem RC-nél láttam ezt a játékot. Ő mostanában elkezdett olyan videókat csinálni, amiben hát ilyen AFK meg és hát Idol és ilyen factory játékok vannak legtöbb részében. És szerintem én nála láttam ezt a játékot először, aztán utána egyre több helyen. Nem akarom a boss-t megtámadni, menj innen! Ó, nem el, nem el, nem el, nem el, nem el. A boss az kinyír minket? Na várjál. Rámászunk akkor is. Egy. Mások volt. Az a baj, hogy még mindig nem érzem azt, hogy nekem ez a mágnes nagyon kellene. 12 max health, az meg már igen? Na mi jött itt elő? Plusz 4 health. Igen, ez majd a kék ellenség lesz. Mennem kellene abba az irányba is. Ez így baj, mi? Egyre több minden jön be, amire figyelni kell. Ezt mondtam. Hogy ha nem megfelelő irányba húzod a játékot ilyenkor, akkor belassítja a haladást. És most itt előfordul, hogy amúgy már erre a bossra rá kellett volna gyúrnunk. Ez nem gond. El leszünk. Nem, már megint jön a bassz. Menj innen! Igen, itt most a sporrétel tudok még úgy játszani, hogy mivel van az az 5%-os pluszunk. Na jó, figyelj, tesó. Nézzük 50 HP-ból mit tudunk kihozni. Már nagyon nagyok a csebez. Hatot csöböz rajtam. Plusz hát jó, a kicsik is ott vannak, ez tény. Vágom, csak. Ezt mindenképpen. Ez így most maxon van, akkor jövünk ide fel, majd ezeket már nézegetjük, mert amúgy így látom. Ugye az SP-be kerül? Hát simán! A százalékos... azok a jók! Azok a jók! Minden játékban, ami hasonló módon működik, mindig a százalékosra kell menni. Százalékos damage, százalékos armor, százalékos health regen. Mindenből a százalékos azért éri meg jobban. Azért, mert ha mondjuk tegyük föl, van jó, alacsony szinten nem. Ez tény. De ha mondjuk most van 10, ez egy pont jó példa ebben a játékban. Hogy van mondjuk, mit tudom én, 10 health regen, és akkor arra
én rárakok 1%-ot, akkor az 1 plusz health. De amúgy, amit meg tudok venni, az 0,1-et ad. Tehát jobban megéri az, hogyha 100%-osan húzom a HP-mat, mint az, hogy az egészet megveszem, vagy a nagyot megveszem. Uhú, várjál, ezt lehet, hogy így akkor meg tudjuk oldani. Gyere vissza! Most már gyere vissza! Bossi! Gyere! Nyerd. Úgy is jössz még az én utcámba? Ott jön. Másik oldal. Ó, ami kimegy, az ott visszajön. Jó, na, piros négyzeteknél elég nehéz volt eldönteni, hogy most újat generált, vagy új, előre, vagy előjött a régi. A sarokból. Hát ez így ezzel a HP-val simán megcsináljuk. Na, mondjuk ezek a kicsiket jó lenne, hogyha azért kinyírbálnád nekem. Ez az. Ja, addig, amíg ő kimegy, addig mi megyünk. Igen, csak ezért fura, mert hogy amúgy nem egyből jön vissza, hanem valahol máshol jön vissza. Tehát nem az van, mint mondjuk a Pac-Man-nél, hogy kimész ezen az oldalon, visszajössz ezen az oldalon. Hoppá! Hello! Már lett a HP-m. Nem is figyeltem. Én olyan biztos voltam benne, hogy ez működik. Visszer 0,2 armor, tehát ez 2 armort ért összesen. Itt plusz 1 armor a bosszok ellen. Aha. Akkor... Spoon rate-et? Na, hát halljunk spoon rate-et. Spoon rate. Így. Legyen az, hogy még egy kis plusz HP-t tolunk neki. Na! Kinyírjuk ezt a boszt. De félre húztam. Igen, amúgy ez a fura benne, hogy tehát nem cutting. Én azt hittem amúgy, amikor először láttam, hogy ez egy ilyen cuttingatós játék. Nem. Amúgy. Tehát nekem csak ezeket kell húzigálni a képernyőn. Cuttingatni csak a fejlesztéseknél kell. Nem is csinál semmit, ha nyomom a bal klikket. Itt most sokan vagytok egy kupacban, ez nekem jó. Gyere vissza! Ez az! Majd nagyon jók vagytok. Lármat! Ez az! Azt nem tudom, arról sem láttam semmilyen infót, hogyha valami ott marad az asztalon, idézőjelesen. Ott marad a háttérben mondjuk egy fel nem vett bit. Azt én elvesztem? Hát már most önnélkül a bossz nélkül nem megyünk sehova. Nem kell amúgy annyit húzni, mint az előzőt, mert az előzőnek háromszor mentem neki. Sok kicsi, már a kicsikkel sem bírok. És most már nem tudom úgy megütni a boss-t, hogy ne érjek hozzá egy kicsihez. Ja. És csak most már 44, 29, már a kicsikkel rosszabbul járok, mint hogyha a boss-t ütném. Meghalt! Prestige level 2. Mit tudok prestige-ből venni?
Olyan lassan haladok, hogy nem tudom, hogy mit tudok venni Prestige-ből, mi? Na, vegyük ezt a kékest. Plusz egy nódos kék, hogy jöjjön. Ja, ez volt, tényleg a taxpides. Ez gyorsabb lesz. Ez is Prestige kell, hogy még attack speedet kapjak. Hello! Na, utolsó kör, jó? Igen, nehezen hagyom itt a játékot. Ez eddig bejön. Nézzük ezeket a nagyokat hátra. Igen, tényleg gyorsabb lett így a támadásom. Az a baj, na várjál csak. Csak a boss jön vissza. Rozika, menjél innen! Most öltünk meg. Mert nem látok sehol nagyot, ami visszajött volna a fél HP-val. Szóval mindenféleképpen a... csak akkor jön vissza, hogyha a boss megy ki. Jó, megmondtam. Mindegy, érted, hogy mit akarok vele mondani. Tehát csak a boss jön vissza, a sima kicsik azok nem. Az mekkora király lenne mondjuk? Nem? Csak én gondolom rosszul. Na jól van. Innen folytatjuk a következő részben. Azért elég jót haladtunk. Remélem. Lájkoljatok, iratkozzatok fel, mondjátok el a véleményeteket, a linket a játékhoz megtaláljátok a leírásban. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!